Erős vár a mi Istenünk, vízkereszt ünnepe utáni első vasárnap Pál apostol szavaival köszöntöm a képernyők előtt ülő testvéreket, akiket Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Szeretettel hirdetem a testvéreknek, hogy továbbra is csak itt a Réczalaki templomunkban tartunk személyes részvétellel Isten tiszteleteket, de a Répce TV segítségével ezeket a következő vasárnapokon is felvesszük, és otthonainkból is így be tudunk kapcsolódni. Szeretettel hirdetem, hogy az Evangélikus Élet legújabb száma megérkezett a gyülekezetbe, benne az úrvacsora évével kapcsolatos kiadvánnyal, és az idei évi útmutatók is megvásárolhatók a templomunkban, telefonon is kereshetnek ezzel kapcsolatban. Hirdetem az elmúlt héten érkező persejpénzeket, esztendő első vasárnapján 15.800 forint volt, vízkeresztnapján 3.500 forint, és a héten 20.000 forint adomány érkezett a gyülekezet részére. Isten áldja az adakozókat és adományaikat egyaránt. És végül megszomorodott szívvel hirdetem, hogy a héten búcsúztattuk Csánigon Nagy Istvánné testvérünket és Répcalakon Gőcéné Kovács Gabriella testvérünket. Előre ment testvéreinkről imádságban emlékezünk. Isten tiszteletünk kezdetén a 371-es számú ének dallamával készülünk az alkalomra. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Fogadd kedvesen ajkam beszédét és szívem gondolatait. Én Uram, kősziklám és megváltóm. Az egek hirdetik Isten dicsőségét, keze munkájáról tanúskodik a menny. Nappal a nappalnak adja tudtul, éjszaka az éjszakának tesz jelentést. Nem beszédez, nem emberi szó, hangot sem hallani. Szózatuk mégis betölti a földet, elhat a világ határáig. Dicsőség legyen az Úrnak örökké, gyönyörködjék az Úr alkotásaiban. Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Amen. Fogadd kedvesen ajkam beszédét és szívem gondolatait. Én Uram, kősziklám és megváltóm. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal, testvéreim. Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Mindenható Isten, teljesítsd kegyelmesen a te néped kérését. Láttasd meg velünk feladatainkat, és adj erőt teljesítésükre. Az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szent Lélekkel, Isten, él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen. Testvéreim, Isten megkönyörült rajtunk Jézus Krisztus által, akiben az ige testté lett és itt élt közöttünk, és akinek láttuk a dicsőségét, mint az Atya egyszülöttének dicsőségét. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg
mai vasárnap evangéliumát, melyet egyházunk oltár előtti felolvasásra rendelt, amint megírva találjuk Lukács írása szerinti evangélium második fejezetében, 41. verstől a következőképpen. Szülei évenként elmentek Jeruzsálembe a Páska ünnepére. Amikor Jézus 12 éves lett, szintén felmentek Jeruzsálembe az ünnepi szokás szerint. Miután pedig elteltek az ünnepnapok és hazafele indultak, a gyermek Jézus ott maradt Jeruzsálemben. Szülei azonban ezt nem vették észre. Mivel azt hitték, hogy az utitársak között van, elmentek egy napi járóföldre, és csak akkor kezdték keresni a rokonok és az ismerősök között. De mivel nem találták, visszatértek Jeruzsálembe, és ott keresték tovább. 3 nap múlva találták meg a templomban. Amint a tanító mesterek körében ült, hallgatta és kérdezte őket, és mindenki, aki hallotta, csodálkozott értelmén és feleletein. Amikor szülei meglátták, megdöbbentek. Anyja pedig így szólt hozzá: gyermekem, miért tetted ezt velünk? Íme apád és én kétségbe esetten kerestünk téged. Ő pedig így válaszolt: miért kerestetek engem? Nem tudtátok, hogy az én atyám házában kell lennem? Ők azonban a nekik adott választ nem értették. Jézus ezután elindult velük, elment Názáretbe és engedelmeskedett nekik. Anyja mindezeket a szavakat megőrizte szívében, Jézus pedig gyarapodott bölcsességben, testben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten beszédét. Magasztaljuk a Szent Háromság egyigaz Istent, valljuk meg hitünket az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, 3. napon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg mai vasárnap ige hirdetési alapigéjét, amint azt egyházunk elrendelte. Megírva találjuk Mózes első könyvében, a 9. fejezetben, 12. verstől a következőképpen. Majd azt mondta Isten: ez lesz a jele a szövetségnek, amelyet most szerzek veletek, és minden élő lénnyel, amely veletek van, minden nemzedékkel örökre. Szivárvány ívemet helyezem a felhőkre. Az lesz a jele a szövetségnek, amelyet most a földdel megkötök. Amikor felhővel borítom be a földet, és feltűnik a szivárvány a felhőn, akkor visszaemlékezem a szövetségemre, amelyet veletek és minden élőlénnyel kötöttem, amely testben él. És nem válik többé a víz özönvízzé minden élőlény pusztulására. Ha ott lesz a szivárvány a felhőn, látni fogom, és visszaemlékezem az örök szövetségre, amelyet Isten kötött minden élőlénnyel, amely testben él a földön. Akkor ezt mondta Isten Noénak: ez lesz a jele annak a szövetségnek, amelyet minden földi élőlénnyel kötöttem. Amen.
Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, haragvó vagy megbocsátó, ítélő vagy irgalmas, változó vagy változhatatlan, szenvedő vagy szenvtelen, közeli vagy távoli, mindenható vagy szerető. Az Istenről való gondolkodást mindig is meghatározták ezek a kettősségek. El kell ismernünk, hogy Istent nem lehet emberi fogalmakba, filozófiai kategóriákba zárni. Mert a Bibliából hitáltal megismerhető Isten bizony tartogat meglepetéseket. Nagy történetek. Mindannyian ismerünk ilyeneket, a saját életünk nagy történeteit, őseink nagy történeteit, amiket gyakran mesélünk, sőt, talán nem is tudnánk őket elfelejteni, mert a legmélyebb szintekig áthatnak minket. Bibliánk elején is ott vannak ezek a nagy történetek. A teremtés, a bűneset, Káin és Ábel, Bábel tornya, időtlen és megfoghatatlan elbeszélések, amikkel olyan nehezen tud mit kezdeni a mai tudományos, kritikai gondolkodásunk. És mégis érezzük, hogy mennyire valóságosak, hogy mennyire igazak, hogy mennyire találóan írják le a világ problémáit és válaszkereséseit. Ezek közé, a nagy történetek közé sorolhatjuk Noé bárkájának történetét és a szövetség kötés eseményét. A Szentíró gondolatait arról, hogy milyen az Isten, és hogyan viszonyul a teremtett világhoz. Honnan is indult a történet? Amikor látta az Úr, hogy az emberi gonoszság mennyire elhatalmasodott a földön, és az ember szívének minden szándéka és gondolata szüntelenül csak gonosz, megbánta az Úr, hogy embert alkotott a földön, és megszomorodott szívében. Megbánta az ember teremtését, és megszomorodott az Isten. Milyen döbbenetes ezt hallani. Persze kockázatot vállalt, mondhatnánk. Azzal, hogy szabadságot adott, azzal, hogy döntéshelyzetek elé állít, hogy kapcsolatokba helyezett minket. Ezt láthatjuk már az Édenben is. És szomorúságából, csalódottságában özönvizet bocsátott a földre. Előkészítette a szabadulás útját Noéval és családjával, de mégis egy teljes újraindításra van szükség. És jött az eső, az özönvíz, majd a várakozás, és később a víz felszáradása. És ekkor azt olvassuk, hogy mint egy magának fogalmazza meg az Isten, hogy nem átkozom meg többé a földet az ember miatt, bár gonosz az ember szívének szándéka ifjúságától fogva, és nem írtok ki többé minden élőt, ahogyan most cselekedtem. Amíg csak föld lesz, nem szűnik meg a vetés és az aratás, a hideg és a meleg, a nyár és a tél, a nappal és az éjszaka. És ezután szövetséget köt az Isten. Egy különös szövetséget. Nem megszokott, nem ismerős megegyezést. Ez a szövetség talán nem is annyira szövetség, inkább egy ígéret. Egy ígéret, ami Istent köti egyoldalúan és feltétel nélkül. Csak az ő hűségén múlik. Tőle indul és ő szerzi, ő is emlékezik rá. Nem az embert emlékezteti a szivárvány, hanem Istent. És Isten emlékezése aktivitás. Az Úr vállalja, hogy a teremtett világ üdvét munkája az ő szeretetéből és jóságából fakadóan, és örökké való hűsége őrzi meg
valóban örökké ezt a szövetséget. Nem kell megújítani. A tartalmára nézve nem számít, hogy mi emberek hogyan élünk és mit csinálunk. Isten megígéri, szövetségben köti magát, hogy soha többé nem pusztítja el özönvízzel a földet. Kedves testvérek, Noé történetében nem egy statikus Istent ismerhetünk meg. Először megbánást és szomorúságot érez. Elhatározza, hogy elpusztít mindent, mégis Noét megmenti kegyelméből. Később pedig jön az újabb fordulat. Bár az ember szíve ugyanolyan gonosz továbbra is, Isten megígéri, hogy nem fog teljes pusztulást hozni. Elkötelezi magát a jövő iránt, és ezáltal valahol saját magát korlátozza a gonosszal szembeni harcban. Nem fog teljes pusztítást végezni, akkor sem, ha az ember olyan, amilyen. Az Úr reálisan látja az emberi szívet, de annyira szereti a teremtett világot, oly mértékben törődik vele, a szívén viseli, megindítja a sorsa, hogy új irányt vesz. Valahol Isten változik az özönvíz nagy történetében, és nem az ember. Kedves testvérem, mikor látod az égen a szivárványt, az éppen ezért téged is emlékeztet, hogy hogyan is viszonyul a változhatatlan és mégis változó Isten a teremtett világhoz. Hogy mire emlékezteti őt ez a jel. Túl sok a felhő az életedben, nem látod a szivárványt a viharok után. Ne aggódj, Isten látja, és nem felejti el a világot két szivárvány között. Mindig emlékezik, és ez a mi reménységünk. Mert miközben ma e természeti jelenségnek csak egyik vonására, a sokszínűségre koncentrál a világ, addig ennél jóval gazdagabb üzenete lehet számunkra. A szivárvány a nap hatására keletkezik, és áthatol a sötét felhőn. A felhők ölelésében tündököl, ezért a világosság diadalát hirdeti. Azzal, hogy ég és föld között feszül, rámutat Isten mindent átfogó kegyelmére. És ebbe simulhatunk bele mi is. Ebbe a szín gazdagságban találhatunk a helyünkre. Csak így van esélyünk immár hozzá igazodni. Nem mindig látjuk a szivárványt, amikor felhős az ég. De amikor látjuk, akkor miénk a reménység, hogy elvonul a vihar. Mert ez az égi jel Istent emlékezteti, de nekünk is reményt ad, főleg ilyen viharos időkben, hogy a bűn, a gonosz továbbra is jelen van a világban, de Isten már a kezdet kezdetén elkötelezte magát, hogy nem fogja kívülről elpusztítva erővel megváltoztatni azt, megtehetné, de nem teszi. Újat kezd, mindig újat kezd. Míg egykor majd az idők végén a teljességben mindent újjá teremt. De addig miénk ez az ígéret, miénk ez a reménység. Vízkereszt ünnepe arról beszél, hogy Isten kész volt változni, újat kezdeni. Nekünk kellene, az embernek kellene, de mi magunktól nem tudunk változtatni. Az ember nem változik. Isten viszont kész volt még erre is. Belülről talál megoldást. Emberré lesz, a gazdag szegényé, a hatalmas kicsinyé, a teljesség megüresíti magát, hogy a nagy Istent Jézus Krisztusban ismerjük meg. Vízkereszt ünnepe azt hirdeti, hogy megjelent az Isten dicsősége Krisztusban. Hogy megmutassa, hogy ő nem szenvtelen, hanem szenvedő, együtt szenvedő, velünk együtt érző,
hogy megmutassa, hogy nem határolódik el a világtól, hanem minden mozzanatát a szívén viseli, és minden töredékességünk megindítja. Bármilyen felhős is az ég, Urunk, továbbra is gondját viseli a világnak, és mindannyiunknak. Az áldások, a parancsolatok, a számonkérés és az ígéretek során. Isten változott és igazodott az emberhez, hogy mi is változni, igazodni tudjunk ő hozzá. Amen. Imádkozzunk. Urunk, add nekünk szent lelkedet, hogy valóban belesimuljunk a te akaratodba, és így épüljünk új lelki templommá, hogy így váljunk a te gyermekeiddé. Amen. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Mindenható Isten, te felragyogtattad a világban szent fiad világosságát. Hallgass meg minket, amikor közben járásában bízva hozzád fordulunk. Urunk Istenünk, add, hogy szent fiad világossága szeretetben és igazságban egyesítse egyházadat, és betöltse földet ismereteddel, hogy minden gyermeked eljusson az üdvösségre. Urunk Istenünk, add, hogy szent fiad világossága eloszlasson minden előítéletet és ellenségeskedést az emberek, a nemzetek között, és gyülekezetünkben is megtaláljuk a békesség felől vezető utat. Urunk Istenünk, add, hogy szent fiad világossága reménységet nyújtson minden csüggedőnek. Jelenléted örömével töltsön el minden szenvedőt. A gyógyulás ígéretével bátorítsa a betegeket, és az örök hazába vivő utat mutassa meg a haldoklóknak. Urunk, meghajlunk szent és mindenkor jó akaratod előtt, amikor múlt héten elhunyt testvéreinkről, Nagy Istvánné és Gőcéné Kovács Gabriella testvéreinkről emlékezünk imádságunkban. Áldunk mindazért a jóért, amit rajtuk keresztül adtál. Bűnbocsátó irgalmaddal fedezd el mindazt, ami emberi gyarlóság volt bennük. Cselekedjél velük kegyelmet szerint, és végső napodon támaszd fel őket üdvösséged örömére. A gyászolókkal éreztesd atyai szeretetedet, vigasztald meg őket jóságoddal. Mindnyájunkat úgy vezess szent lelkeddel, hogy bölcs szívhez jussunk. Akaratod szerint éljünk, egykor pedig együtt örvendezzünk színed előtt, el nem múló örömmel. Úr Jézus Krisztus, légy velünk kegyelmeddel, hogy szándékod szerint használjuk fel időnket a múlandó világban. Az örökké valóságban pedig választottaiddal és angyalaiddal együtt vég nélkül dicsőíthessünk téged, aki az Atyával és a Szentlélekkel élsz és uralkodol mindörökkön örökké, és akinek nevében együtt így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Végül fogadjátok az Úr áldását. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát rajtad és könyörüljön rajtad.
Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon neked békességet.